matematikán belül a diszkrét matematika, gráfelmélet, számításelmélet a fő területem. Leginkább az érdekel, hogy ezek a területek hogyan hatnak kölcsön, egyrészt a matematika más területeivel, másrészt a matematika alkalmazásaival a számítógép tudományban. Én szeretek tanítani, hogyha az ember tanít, akkor ez ad egy keretet az életének, mert föl kell készülni, és az örömet is jelent, különösen, hogyha lehetséges diákoknak tud valami olyat nyújtani, amitől csillog a szemük. A kutatás pedig kényszere az embernek, ha igazán matematikus, mindig járnak az ember fejébe olyan problémák, amiket szeretne megoldani. Többször voltam ugye egy évet Amerikában, és aztán 14 évnyi időszakot töltöttem ott. Úgy gondoltam, hogy egyetemen fogok tanítani és kutatni életem nagy részében. Voltak olyan fordulatok, amiket persze nem lehetett előre látni, hogy a Microsoftnál létrehoztak egy elméleti matematikai egységet, ahol hát 7 évet eltöltöttem. Nem panaszkodhatom, mert én úgy érzem, hogy bőven elismertek, itthon is és külföldön is. Külföldi díjaim közül a Wolf díj és a 2010-ben kapott Kyoto díj azok, amik fontosabbak. Magyarországon Bolyai díj és a Széchenyi nagy díj. Nagyon-nagyon jó matematikai alapképzést kaptam. Nem csak tananyagban, hanem kutatásba való bevezetésben, munkamorálban. Itt tanított Sós Vera, Galai Tibor, de másik pedig Erdős Pál, akinek minden magyar matematikus szinte hasonlóan hálás. Annak is nagyon örülök, hogy itt tudok tanítani a legjobbakat, a jövő kutatóit. A tudomány szeretete, szorgalom. Mások munkájának a tisztelete. Persze, hogy az ELTE-re jártam.